Női amatőr NB 1B, 24. forduló, Ajka Deac játszik, és pont úgy kapcsolódtunk be, hogy az ajkaiak szereztek pontot, sőt pontokat. Az Ajka elképesztően jó formában érkezett, hiszen a tabella 6. helyét foglalják el, egy gyors válasz pedig a vendégek részéről megtörtént. Tökéletesen védekeznek a vendégek, és meg is tartják a labdát. Egyből átszelemülnek támadással. A csapatval, vagyis a csapatokra rátekintve magasság szinte megegyező mindenkivel. És gyorsan kapkodják a pontokat a beacosok. Nem erre számítottak az ajkaiak, de gyors válasz pedig találtak is rá Horváth részéről. Kis bírói elfújás. A Deac egyébként a 16 csapatos bajnokságnak a 8. helyén állnak. Ők sem teljesítettek idén túl a célosan, és ez a dobás se volt az. Debreceniek kitesznek magukért. Ugye most lepattant a labda a gyűrűről, de azonnal vissza is álltak védekezni. Balsai. Kalocsai. Keresi az emberét, egyenlőre nem találja, úgyhogy inkább egyedül viszi be, kipasszolja, de pont a tanapasz. És újabb pontok Debrecennél. Kulcsár. Nyolc az állás jelenleg. Az ajkaiak dobhatnak a támadásért. Dobhattak. Csere. Kalocsai le. Takács pedig bejön a helyére. Takács. Egyenlítésért dob az Ajka. Nem jött össze. Egyébként a pályán lévők, tehát a keret hazai részről. Balsai, Székely Csikász, Kulcsár, Takács, Kalocsai Lendér, Balsai Pap és Tápai. A vendégek részéről pedig Szabó, Földvári Gál, Mezei, Göttlinger, miközben újabb két pont. 4 pont a differencia két csapat között jelenleg. Balsai Csikászhoz. Csikász megy, és nem jött össze neki. Ismét támadhat a Debrecen. Három pontosan nem próbálkozott meg a debreceni játékos, de a másik igen, és nem jött össze neki. Két pontos próbálkozás, Palánkról a gyűrűre, gyűrűről pedig kifele. Egyébként ez az utolsó hazai mérkőzése az ajkai csapatnak, támadó idő pedig majdnem, hogy lejárt. Takács.
kulcsár. Kulcsár. Pontatlan labda. Jöhetnek a vendégek. És időkérést mutat a játékvezető. Egyébként nem lennék a debreceniek helyébe. Mármint nem a mérkőzés miatt, hanem azért, mert rendkívül sokat utazhattak el a találkozóra. Öt-hat óra utazás benne volt, vagy benne van a pakliba, csak ide, még ugye vissza is, de hát sportembereknek ezt el kell viselniük. Időkérésnek vége. Folytatódik 15-8-ról debreceni előnnyel. Debreceni 8-as megpróbálta kihasználni a helyzetet, azaz Gál, de nem jött össze neki, pedig szépen nyert területet. Kulcsár. Balsai. Csikász Horvát. Plusz 2, 15-10 ezzel az állás, még mindig a vendégek javára. Mezei kereste az emberét, meg is talált a Gál személyében. Göttingertől ejtették ki. Gál, 3 másodperc támadó időből. Szépen védekezett egyébként Kulcsár. Gálnak igencsak megnehezítette a dolgát. Balsai, Takács, Balsai. Nagyon jól védekezik a Debrecen, nem hiába nem találja az Ajka eddig az ellenszert rá. Messziről kell elvállalni, és nem mindig biztos, hogy bemegy. Most is a gyűrűről pattant ki, ez pedig egy gyönyörű hárompontos. Gál dobta. Gál egyébként eddig 2 pontot szerzett, most már 5-öt. 17-8 az állás. Nem 17-8, 17-12 elnézést. Göttlinger kereste emberét, egész pontosan Gád, de Kulcsár elszedte előlük a labdát. Ajkai támadás. Papp pedig nem tud beindulni. Visszaszerezte, és másodjára se sikerült bedobnia. Debreceni csapattársaknak tetszik, mármint
a Debrecen játékosainak, a csapattársainak tetszik. 13-18. 3 pontos próbálkozás, és nem jön össze. Dobhat az Ajka. Vagy inkább helyzetet alakíthat ki egyelőre Kalocsaitól, Takácshoz, Takácstól Balsaig. Kalocsai beindul. Támadóidő hamarosan lejár. De előtte elvették a labdát a debreceniek. Álmatlanságomnak köszönhetően időkérés mondtam, pedig az első negyed telt le. Utólag is elnézést az információra, és megígérem, hogy most felébredek. Debreceniek lendültek át támadásba, másodjára se tudják bedobni. 3 a magyar igazság, mondhatják, hiszen harmadikra pedig sikerült megdobni a Debrecennek a 20. pontját. 19-20-at. Labdaszerzés, huha! Joggal lehetnek feszültek az ajkaiak. Hiszen ismét debreceni támadás van. És egy kis megsüketültünk, hiszen valamelyik gombot lenyomva hagyták, vagy nem tudom. Gondolom ez áthallatszódott mikrofonon keresztül is. Nem is a csetelném tovább, inkább arról beszélek, hogy támad az Ajka. Kalocsai. Balsai. Helyett Takács volt. Pap. Lendér. Kalocsai. Pap. Debreceniek föl kiabálnak, hogy miért. Innen tudom, hogy az Ajkaiak jönnek. Büntetővel. Kisétálva állnak tőlem. Nehéz belátni a terepet, pap, dob, elsőbe megy. És a második is maga biztosan szépen behullott a hálóba. Szépítés megvan. 20-15. Szerintem tévedésem jogát fönntartom. Hét másodperc a támadóidőből, úgyhogy elvállaltak egy 3 pontosat. A vendégek egész pontosan. Jábor. De nem jött össze neki. Pap. Erről van szó. Plusz 2. Kezd feltámadni az ajkai csapat. Lendér nem fogta jól az emberét. Jábor így kapta el a labdát. Gál még megtartja. Labdaszerzés ajkai részről. Balsai Dalma. Szép labdát szerzett. És egyre jobban csak faragnak le a hátrányból. És egy van közötte. Volt itt 6 pontos differencia. Egy perccel ezelőtt, most már nincs. Kettő büntető, egy pontos differenciából lehet újra 3. Gál végzi el. Első bement, második az nem kívánnak ilyen sikereket az ajkai drukkerek. Az ajkai drukkerek pedig, vagyis inkább meghallgatta őket a sors. Ott fönn valaki meghallgatta őket, hiszen a második büntetőt Gál nem tudta értékesíteni. Kalocsainál a labda. 2 pont a különbség, amit akár ezzel a támadással le is lehetne dolgozni. Takács. Kalocsai. Kalocsai dob. 3 pontos próbálkozás volt, nem jött össze.
Időkérésnek vége, jöhet a Debrecen. Gyál. 21-19 egyébként az állás a vendégek részére. 3 pontos próbálkozás, nem jó. Támadhat az Ajka. A döntetlenért Lendér nem ért el a labdát. Gyors visszaadtam a labdát, úgyhogy büszke vagyok magamra. És támadnak a debreceniek. Gál keresi a területet, egész pontosan meg is találta. És 2 pontos Gál büszke magára. Plusz a büntető. Közben pedig csere. Büntetőt értékesítették debreceniek. Kalocsai keresi az emberét, meg is találta. Aztán újra megtalálták Kalocsait a labdával. Kalocsai betör. És nem jó. Nem jó, nem jó, nem jó. Valamit változtatni kell az Ajkai csapat összetételén. Nem a legbiztosabb passz volt. Götlinger részéről, de és éppen, hogy csak a gyűrűről kijött a labda. Támadhat az Ajka. És még rímel is. Költészet napja az már elmúlt. De remélem ezt még elnézik nekem. Labdát szereznek. Lendér próbálkozik. Csont nélkül. És a debreceni edző szól a lányainak, hogy keményebben. Még 5 perc maradt hátra a második negyedből, miközben egy teljes csere van a debreceni oldalon. Gáltól tovább. Gálhoz próbált meg visszakerülni a labda, de Balsai Dalma résen volt. Aztán visszaszerezték, és Gál pedig növeli az előnyt. Egyébként a két csapat idei teljesítménye nem a legmegfelelőbb szerintem sem maguk számára, sem az edző számára. Ugye az Ajka a 6. helyen áll 23 meccs elteltével, a Deac pedig a 8. Közben Ajkai büntető. Első tökéletes. Második az is hasonló sikereket kívánnak az Ajkaiak. Össze is jön. Tehát az Ajka 23 mérkőzésen 13 győzelmet ért el és 10 vereséget könyvelhetett el. De az 11 győzelem és 12 vereséggel áll a tabella közepén, pont hogy közepén. Az Ajka 1595 pontot dobott, a debreceniek 1364-et és az Ajkaiak 1325-öt kaptak, és a debreceniek pedig 1413-at, és ezt úgy, hogy nem számoltam bele a mérkőzésbe. Lendér dob, kijön a gyűrűről, de a tisztázás még ott volt. Büntető. Tízes lökött. Most pedig a 8-as. Lendér. Kulcsár. Elvállalja, nem jó.
De a kipattanóra még Balsai Dalma odaért. Ezt tetszett az ajkú szurkolóknak. Gál pedig egyébként szerintem a mezőn legjobbja. Közben egy kis birkózást láthattunk. Lendér. Lendért döntötte le Papp. Persze nem a csapattársa, hanem Papp Regina, hanem debreceni Papp. Lendér dobhat büntetőt. Nem jó. Az első nem jött össze. A másodikról ez nem mondható el, hiszen bement a hálóba. Folyamatosan dolgoznak le a hátrányon, de nem kéne összeszedni ezt a nagy hátrányt. 26-26. Labdaszerzés tökéletesen. Balsai Dalma ment oda és szerezte meg a labdát. Kulcsár észreveszi Lendért. Perc 30 másodperc és csere. Ötös számmal jött le Szabó. Lendérnél a labda. Kulcsár. És vezet az ajkai csapat. Két ponttal. Eddig jó nekik ez a második negyed. Nem tudta ledolgozni a hátrányát a Debrecen. Az pedig egy lángos volt. Véletlen, hogy eldobta a játékos a labdát. Megsimogatta ellenfele arcát. Ismét csere. Hatos messzámmal érkezik a debreceni, egész pontosan a földvári büntető, ajkai részről első bemegy Székelynek, és a második is. Harminc-26, 4 pontos ajkai előny, erre sokan nem láttak volna esélyt. Mondjuk 7-8 perce, 18-13-as első negyed után. Nagyon szép labdaszerzés Kalocsaitól, Kalocsai dob. 32-26. Talán most kezd a papírforma érvényesülni. Időkérés. És inkább kezdhetik. 32-26-ról a második negyedben az ajkaiak 19 pontot szereztek, még a debreceniek csupán 8-at. Ez nem tetszett a debreceni edzőnek. Szerintem nagyon erősen kezdtek. 8-et most már 10-et dobtak a második negyedbe. Kalocsai. 32-28 egyébként. Büntető. Székely dob. 33 pontja van az ajkának. Mire ezt kimondom, lehet, hogy 34, de nem lett annyi, hiszen kipattant a gyűrűről a játékszer. Dobhat, vagy jöhet a Debrecen. Nagyon szépen pörög a labda, nagyon gyors játékot játszik most a Debrecen. Lendér labdát szerez, Lendér továbbítja a Kulcsárhoz. Kulcsár pedig kihagyja, de tisztázni lehet.
Nem jött össze, Balsai Dalma rontott. Távolról egy próbálkozás, nem jött össze. Kalocsai. Lendér, Kalocsai. Nem sok idő maradt a második negyedből. 33-28 a sajkai vezetésnél. Kimondom és 35-28. Több mint 20 pontot szerzett az ajkai csapat. Egész pontosan 22-t. Úgyhogy nagy szünetre magabiztosabban mehetnek, mint az első szünet után. Kalocsai labdát szerez, mivel rontottak a debreceniek. Kalocsai fél perc marad a játékból. Székely. Bement, és még büntető is. 24 másodperc a második negyedből. Székely dob. Betalált. 38-28 az állás. És 15 másodperc, annyi idejük van a debrecenieknek, hogy valamit alakítsanak az eredményen. 10-9-8. Kettő büntető debreceni részről. Első bement. Egyébként aki bedobta, az Földvári, és a második pedig úgy szintén bemegy, tehát 38-30 az állás. 5-4-3-2-1 mondanám, és még egy plusz kettőt szereznek. 40-30-as eredménnyel mehetnek pihenőre a csapatok. Vissza is tértünk a harmadik negyedre. Igen, jól mondom. 40-30 az állás. Tehát igen, nagy előnyt harcolt ki az ajka, bár az első negyed végén nem álltak ilyen fényesen, hiszen akkor 18-13 volt. Támadást nem sikerült végigvinni az ajkának, hiszen a debreceniek közbeavatkoztak. Úgyhogy most ők indítanak támadást. Göttlinger től tovább Gálhoz, nem jó. A hátrányon nem sikerült lefaragni. Az ajkai támadás végigmegy. Lehet, hogy többel kell már számolniuk, de ez mindjárt kiderül. Takács. Pap gyönyörűen szerzett területet és pontot. 42-30. Gál. Távoli próbálkozás, gyűrű megpattan. Debreceniek szerencsétlenségére nem a hálóba. Támadó órát nem állították meg az előbb egyébként, az szólt kicsit közbe. Egy kis technikai probléma adódott. De mostanra minden helyre állt. Székely. Takács vele dobta a labdát, de Takács nem érte el sajnos. Debreceni ellenfél. Ez képbe volt. 3 pontos Debrecenből.
42-33. Pop. Plusz 2, 44-33. 11 pontos különbség. Egyre jobban örülnek az ajkai szurkolók. Mezei indul. Mezei nem pattan be. De büntető következik. Az első, az nagyon betalált. Gyűrűről ide-oda pattogott, de végül bement, és a második is, az már egy kicsit könnyebben. 44-35. 9 pontos különbség. A harmadik negyedben, úgyhogy 2 perc telt el eddig a játékból. Eladott labda. Debreceniek ötöse szerezte meg, Szabó. És Gál talált be. Gál elképesztően hasznos tagja a csapatnak. Több mint 10 pontot szerzett egyébként, 2 darab 3 pontost ezek közül. És 3 darab 2 pontost, az pedig 11 pont. Tehát jól számoltam, hogy több mint 10. Távoli próbálkozás, ami a gyűrűről kipattan. Szabó megy. Ki fogja őt megállítani? Göttlinger. Adta legálnak, Gál pedig beharcolja magát a palánk alá, de nem tudta kihasználni. Balsai. Kulcsár. Pap. Meg kell csinálni, meg is csinálja. Plusz 2. Továbbította Göttlingerhez, nem de csere. Kalocsa érkezik be, Takács pedig lejön. Debrecennél is kettős csere. Bár mondjuk Hajkán csak egy volt. Csere-csere. És itt teszek pontot a végére. Mezei, tovább. Egyébként Debrecenből a mezőn legjobb jött le, Gál. Talán az edző úgy számít rá, hogy az utolsó negyedbe felküli a pályára, hogy minden erejükkel azon legyenek, hogy pontot tudjanak innen elvinni. Ajkáról. Pap újabb pontot szerez. Ő pedig az ajkai csapat legjobbja szokott lenni. Bár mondjuk az is hozzá tartozik a történethez, hogy februárban játszottak egyébként itt hazai pályán utoljára a lányok. Én is itt a sportcsarnokban felújítási munkálatok zajlottak. És ezért Budapesten került megrendezésre az ajkai hazai mérkőzései. Balsai dob, gyűrűről kipattan, amelyre Jávor ért le, majd továbbított a Szabóhoz, Szabó pedig még tovább. Mezeihez. Kalocsai a földön. Debreceniek folytatják a játékot. Ott a labajták, Szabó. Tovább Foltinhez.
Távoli próbálkozás, wow! 3 pontos. Mezeitől egyébként, aki a mezőny legalacsonyabb játékosa. A Locsait nem tudja blokkolni. Papp pedig megszerzi a labdát. Debrecen edző pedig eddig bírta idegekkel. Fennhangon kiavál játékosaival, de nyilván ez érthető. Elsőbe ment. És második székely dobás pedig. Hasonlóan az elsőhöz. Ez is bement. Négy és fél perc. A harmadik negyedből egy távoli próbálkozás. 3 pontos. Nagyon jó. A debrecenieknek. 3 pontosakban igencsak gazdagok. De még mindig vezet az Ajka. Kalocsai. Kalocsai kiharcolja a területet. Majd pedig dob. És ennek megfelelően plusz 2. 4 percen belül a harmadik negyedbe. Mezei tovább. Foltin. Pontatlan a passz. Kulcsár. Székely. Nem jó. Szabó. És nagyon jó. Védekezés ide vagy oda büntető. Amelyet, ha jól tudom, Földvári végezhet el. Földvári. Első kijött. Ennek az Ajkaja körülnek a második pedig. Bement. Kalocsaitól Balsaig. Balsai először elhagyja, de utána tudott menni a labdáért. Lendérez oldalra le. Székely. Kipattan. Agresszívak az Ajkai lányok. Gyönyörű. Megint egy 3 pontos. Göttlinger. Székely. Adta Kalocsainak, Kalocsai szól tovább Balsaig, Kalsai helyett Balsai pedig tőhez sem végigvittem. Ez a Kalsai, a Kalocsai és a Balsai ötvözete akart lenni szerintem. 54-47, mire kimondom, 54-49, kis fejben matek, nem árt, Kalocsai lendél. Dobás. Nem jó. Göttlinger. 54-49-nél. Fontos lenne a Debrecennek. Nagyon, hogy pontot szerezzen.
54-50, pontosítom a tudatlanságomat. Sajnos távol állok az eredményjelzőtől. Dobás, bement. Ezt is Földvári dobta, és a másodikat is ő fogja, nyilvánvaló. 54-51. És 54-52. Egyre jobban föltápászkodott a debreceni együttes. Nem egy vereségért akartak ennyit utazni. Kalocsai megszerzi a labdát. 9-8 másodperc a támadó időből, 5 másodperc. És újra indul a támadó idő. Majd a büntető után Balsai dob. Az elsőt kihagyta, ez nem rá jellemző. Pedig bemegy. 55-52. Göttlinger. Beálló játékos. Szintén elképesztően alacsony. 19-es messzámmal sorba. Egyébként nem lépett pályára még az első két negyedbe. Lehet, hogy is csak úgy szórni fogja a három pontosokat, mint a csapattársa. Mezei. Kalocsai dob. Az elsőt kihagyja, most esetleg senki se tudja az első büntető dobást értékesíteni. Ajkai népbetegség lehet. És a másodikat se, ez most nem jött össze. Egy percen belül a harmadik negyedből. Büntető. A frissen beállt sorba dobhatja. Dobja is. Az első pedig éppen hogy csak, de bepattog a gyűrűről. A második is bemegy. Sorba, kettőből kettő. Balsai, Kalocsai. Balsai dob. Két pont. Ez most kellett. Az ajkaiaknak nagyon kellett. Lassan pedig fél percen belül járunk, amire kimondom most. 29 másodperc. Gál beindul. Nem jó, nem tudja kihasználni a helyzetet. Gyors letámadás ajkai részről. Az ittszert rontott. Balsai dalma. Igen, csak felhevült a hangulat az utolsó másodpercekbe. Gál. 5 másodperc lesz hamarosan, mire ideérek. 5. Gál dob. És 1 másodperc. Gál dobhatja a büntetőt. Úgy érzem, hogy ki fogja használni ezt a lehetőséget, hiszen elképesztően nagyot harcol ezen a találkozón. Meg is mondtam, az elsőt tökéletesen bedobta. A második pedig nem megy be. Távoli próbák, kotásra nem vállalkoznak az ajkaik. Harmadik negyed végén pedig nem annyira nagy a különbség, hiszen 57-57 az egy X-nek számít. Utolsó negyedegáról folytatva 57-57, Ajka, Deac. Itt most mindkét csapat a győzelemre fog játszani, hiszen az utolsó negyedben
egy új mérkőzés indul azzal, hogy egyenlő az állás. Eddig mondhatni nem számít az előző három negyed. Most kell bizonyítani a csapatoknak. Kulcsár. Székely. Megpróbál lefordulni, nem nagyon jön össze neki. Székely még szépen elszedi a labdát. Másodperc a támadó időből. Ez még bement. Büntető. Balsai Dalma. Dobhatja. És be is megy. Tökéletes. 60-57. Van 59. Hatalmas végjáték lesz, úgy érzem. Most már a hibázás nem fér bele. Nem volt csapat szinten, játékos szinten se. Kulcsár. Tökéletes dobás ez is. Róna Széki Szilvia az Ajka edzője nem ért egyet a játékvezetői ítélettel. Nincs vele egyedül, többen felharsantak a nézőtérről. Három másodperc. Tapsolnak a debreceniek. Róna Széki Szilvia pedig nem épp a legbüszkébb mostanítványaira. Ezt a védekezést látván. Debreceni büntető. Első. Tökéletesen bemegy. Második pedig hamarosan kiderül. Így is van. Van 2-60 az állás. Elnézést. Az én statisztikám az később érik be. Gál. Ő szerintem ezt a negyedet végig fogja játszani. Kalocsai. Kulcsár. Plusz 2. 64-61. Három ponttal megy az Ajka. Göttlinger. Három másodperc. Játékvezetéssel nem értenek egyet. Szurkolók, több edző sem. Mondjuk az a több az nem elég sok, hiszen csak kettő van a pályaszélén. Gál mégiscsak lejön. Lehet, hogy az utolsó egy-két percre fog visszatérni. Én ebben biztos vagyok. Kulcsár. Balsai. Kalocsai. Remek. 64-61. Öt pontos előny. Szorosan kell most védekezni. Kalocsai ezt meg is teszi. Távoli próbálkozás. Három pontos. 66-64. Fölzárkoznak a debreceniek ismét két pontra. Micsoda izgalmak a pályán és a pálya szélén.
debreceniek jöhetnek, támadhatnak az X-ér, vagy esetleg még a vezetésér is. Ahhoz egy 3 pontosra van szükség az utolsó negyedben. Mezei. Az ajkölyök megszerzik a labdát. Lendér, ront. Sok az egyéni hibája a mai nap folyamán. De minden esetre a vendégek is hibáznak. Ennek lehet örülni, hogy nem tudják kihasználni a lehetőségeiket a debreceniek. Lendér. Két pont Kulcsártól. 68-64. 4 pont. És 5,5 perc maradt hátra a mérkőzésből. Kulcsár. Lelki teher nyomatja a debrecenieket. Kalocsai pedig tökéletesen őrzi meg a labdát. Támadó idő pedig lejárt. Idő. A 68-64-ről folytatódik az időkérés után. 5 perc van még hátra a mérkőzésből. Debreceniek próbálkoznak. Eddig nem sok sikerrel. Uha, ez pedig egy csúnya sérülés. De hál' Istennek senkinek nem történt semmi komolyabb baja, egyenlőre úgy néz ki. 68-64, Lendér tökéletesen odaállt, megzavarta a labda útját. Götlingertől tovább. 5 másodperc támadóidőből, lepattan a gyűrűről. Lendér pedig nem tudja megfogni. Tapsolnak a debreceniek. Örülnek a pontoknak. Kulcsár. Balzsai. 70-66. Mint hogyha érezné háttal, hogy merre van a palánk. Lendértől tovább. Valsai. Két büntető. Nagyon fontos büntető, ennek nagyon örülnek az ajkaiak. És ennek is nagyon örülhetnek, hogy ez is bemegy. És ez is bement, jó. 72-66. Hat pontos előny az ajkánál. Úgyhogy már 4 percben már beleléptünk, tehát kevesebb 4 perc maradt hátra a mérkőzésből. Van a Széki Szilvia ismét, ki kell magából. Játékvezetők nem foglalkoznak vele. Büntető.
kettő elsőbe megy, Gál Anna Mária második is bemegy. Gál Anna Mária 18. pontját szerzi egyébként a mai nap, ezzel a mezőnyben ő a legeredményesebb, Ajkő részről pedig Kulcsán és Székely 14-14 ponttal. Vasé. Ú, de nagyot ment, ez gyönyörű volt. 74-68. Vannak ám izgalmak a végére. Távoli próbálkozás nem jó. A második legjobb egyébként a mezőnyben pedig debreceni Göttlinger. Fekete mezben 9-essel láthatjuk. Épp most ment rá Balsaira. Székely gyönyörűen észrevette Papp Reginát, és tökéletesen célzott, 14 pontja van már neki is, tehát holt versenyben három legjobb dobó, Papp, Kulcsár és Székely, ja, és persze Balsa is. Egyébként a három pontosokra elképesztően szüksége volt a Debrecennek. Göttlinger dobta a legtöbbet, egész pontosan 5-öt. Elképesztő teljesítmény, miközben a debreceniek egy büntetőt kihagytak. És a második is kimaradt, 76-68. Lassan 2 percen belül maradunk. Lendér megy a labdáért. Lendér keresi emberét, egyelőre nem igen találja, most igen. Székely ez dobott, Székelytől Balsaig 6 másodperc támadó időből, és ez is bemegy. Gyönyörű kétpontos Balsaitól, aki már 16 pontot dobott ma. 78-68. Végjátékban sokkal jobban össze van rakva egyébként az ajkai csapat. Tudják, hogy mit akarnak, és ezt meg is tudják valósítani. Egyébként, ha már az előbb elmondtam, hogy debreceniek közül Göttlinger 5-3-as dobott, Ajkáról a legtöbbet Kulcsár Bianca, ő 2-t, 5-ből 2-szer sikerült neki. Kulcsár. Hopp. Nem jó. Két büntető. És egyébként elmondanám azt, hogy igencsak rizikósak a negyed eredményei. Az első negyedet 5 ponttal vitte a Debrecen, a másodikba 15 ponttal ment az Ajka, harmadikba 10 ponttal ment a Debrecen, most pedig megint az Ajka húz el egyre jobban. Papp pedig a második büntetőjét is bedobja. Két percen belül muszáj ezt kivédekezni az Ajkának. Erről beszélek, Kulcsár nagyon jól dolgozik a mai nap. Kalocsai labdát szerzett. Ebből most indíthatnak is egy támadást. Papp. Lendér helyett Balsai volt, nem sikerült neki. Csak a négyes láttam a szám hátulján. Azt hittem az egyes is ott van, de amint megfordult, láttam, hogy nincs, ezért kevertem össze a két játékost. Én összekeverem a játékosokat, a debreceniek pedig összekeverik a gyűrűt mással. Azért játszhatnak ennyire pontatlanul. 80-68, 12 pontos előny. Másfél perc hátra van. Vagy talán csak egy.
messze van az óra. Mindjárt kiderül. Ezt már úgy néz ki, hogy behúzzák az ajkai lányok, így van, egy percen belül. Kulcsár, dob. Ez most nem jött össze, Lendér megszerzi, pap. Székely. 8 másodperc támadó időből. Mert nem állították vissza az órát. Most állítják vissza. Úgy de nehéz így. Nincs visszaállítva az óra. És a játékvezetők nyakába ugrik minden. Ami jelen esetben Szalai Zsolt és német Sándor. 15 másodperc, az Ajka ezt a mérkőzést meg fogja nyerni. Büntető. Göttlinger dobja, aki már 5. 3-ast is dobott. Büntetővel nem áll annyira jóban az ex szerint, hogyha az elsőt kihagyta. Nem jön össze. Neki csak messziről érdemes találgatni a Kulcsár, Balsai, Lendér. Pap, 10 másodpercen belül. Pap. Nincs ott a 82. És most lett vége a mérkőzésnek. 80-69-szel. 11 pontos vereségbe futottak bele, pedig nem ez szűrődött le az első negyed alapján. Jobban kezdtek, mint a hazaiak. Mi romlott el a játékukba? Legfőképpen a fejben fáradtunk el. Mi több fronton is érdekeltek vagyunk. Szerdán Pécset játszottunk, azért Debrecenből az sem egy rövid út. Nagyon sokat utazunk mostanában, és ez látszik néha a teljesítményen is. Nem nagyon koncentráltunk egész meccsen, nyilván jobb szerkezetű az Ajka, mint mi. 15 támadó lepattanót engedtünk az ellenfélnek, amiből gyakorlatilag mindegyikből kosarat kaptunk a végén, meg nyilván felőli a játékosokat az, hogy 48, meg több mint egy percig kell védekezni. Jó volt ma az Ajka. És mit gondol egyébként erről a mérkőzésről? Tehát többször ugye itt az órával problémáztak. Ez tényleg kihatott a meccsre, vagy esetleg a játékosaira? Nem hiszem. Nem. A lányok néha bíróval foglalkoztak, de szerintem az asztallal nem. Az a mi dolgunk. Köszönöm szépen. Gyengében kezdett a hazai csapat. Az első negyed végén 18-13 volt az eredmény. Mi javult föl a játékukban? Kicsit álmosan kezdtünk, ez tény, és megengedtünk mindent a ellenfélnek, amit ők szerettek volna. Kicsit keményítettünk a védekezésen, és megtaláltam azt az ötöst, aki hajlandó volt keményíteni a védekezésben, és a támadásban is megtalálták türelmesen a helyzeteket. Ezért a második negyed sok 23 vagy 27-12 lett a szem nekünk, tehát így teljesen megfordult az eredmény. Aztán ugyanezt előadtuk a második fél időbe is, ott megint kicsit bealudtunk az elején, és konkrétan Egállal kezdtük az utolsó negyedet, és az utolsó negyedben megint hajlandóak voltunk végre védekezni, megfigyelni. Volt egy pár ember, aki nagyon nem volt figyelemben itt, és ez látszódott, amikor ők voltak a pályán. Az utolsó negyedet azt 57-57-tel kezdték, és akkor mit mondott előtte a kisebb szünetbe a lányainak? Hát ezt, hogy a védekezést föl kell keményítenünk újra, hogy ne tudják a játékaikat játszani. Végre megtaláltuk azt, hogy védjük, van egy figurájuk, amit sokáig nem találtuk meg, hogy védjük, és ott végre megvolt az a 2-3 ember, aki ezt jól megoldotta, és ebből nem tudtak onnantól kezdve kosarat dobni. Itt a mérkőzés végén igen komolyan látom, hogy elbeszélgetett a tanítványaival. Mit mondott nekik? Tehát nyilvánvaló, hogy örül, tehát a sikernek mindenki örül. De mit mondott nekik egész pontosan, hogyha ezt így megtudhatna az Ajkai Online? Hát annyira már nem tudom pontosan.
igazából gratuláltam nekik a győzelemhez, de szerintem teljesen tisztában vannak azzal, hogy ki az, aki ma hozta magát, és ki az, aki nem. Igazából látszódott az, hogy a negyedeken, meg a játékosokon, meg a statisztikán is, hogy ki az, aki ma hozzá tudott tenni. Még mindig azt gondolom, hogy keményíthetnénk a védekezésen, meg jobb helyezkedéssel jobban tudnánk védeni őket. Most egy kicsit nem tudunk annyira készülni, szerdán van a következő mérkőzésünk, mert sokan vizsgáznak már, meg minden egyéb, de hát megpróbálunk, szintén egy nagyon kellemetlen ellenfél lesz, sok alacsony játékossal, de nagyon ügyesek és gyorsak, és ez ellen megtalálni az ellenszert. Köszönöm szépen, és jó pihenést! Köszönjük szépen!